Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem a decemberi mindennapra egy videót sorozatban, mert hogy hát igyekszem ugye mindennapra videót feltölteni, és van, amikor kettő is van, van, amikor csak egy van, úgyhogy nagyon szépen köszi, hogy itt vagytok. Hogyha érdekelteteket az, hogy hogyan fogok ilyen kis cserépó emberkéket készíteni ma, akkor tartsatok velem és nézzétek meg, hogy hogyan kell megcsinálni. Nagyon-nagyon egyszerű, és szerintem ezt gyerekekkel is tökéletesen lehet kivitelezni, úgyhogy ha gyerekekkel szeretnétek valamit alkotni, akkor arra tökéletes, vagy hogyha egy kis ajándékot készítenétek az óvónéniknek, vagy tanítónéniknek, akkor szerintem ez arra is nagyon cuki, vagy hogyha esetleg a gyerkőcnek az iskolájába, vagy az óvodájába adventi vásárban is oda vinnétek be valamit, ez arra is tökéletes, meg ilyen kis ajándékkísérőnek, meg a karácsonyi asztalra dísznek, úgyhogy szerintem nagyon sok oldalon felhasználható. Arról nem is beszélve, hogyha vége van a karácsonynak, és a karácsonyi díszeket le is szedjük, de valami kis téli hangulatot akarnánk hagyni, akkor ezek a hóemberek erre tökéletesek. Úgyhogy lássuk, hogy kell elkészíteni. A hóemberünkhöz a következő dolgokra lesz szükség. Egy cserépre, egy hungarocellgömbre, fehér színű festékre, ez lehet akrilis, vagy ilyen dekorfesték, bármi, mozgó szemekre, olyan méretben, amilyet ti szeretnétek, egy ecsetre, szalagokra, valamire az orrának, ez lehet akár ilyen kis betűző kis golyó, vagy a kékben kapható kis csillámos dekorgolyók, de akár egy piros pompon is, vagy egy kartonpapírból készült répa is, bármi, ami nektek tetszik, illetve ragasztópisztolyra, és valamire, amivel a pasztát le fogjuk takarni, hogy ne fessük össze. Thank you.
hóemberként kislány lett, azért van most egy kis buksiján, illetve itt a kis szalag a kezét próbálja egy kicsit így, hát így jelképezni, és egy csillagocskát fog a kis kezében. Szerintem nagyon-nagyon cuki lett, nekem nagyon tetszik. Ha fiú hóembert szeretnétek, akkor a masnikát nyugodtan lehet a nyakába akasztani, vagy akár lehet a fejére egy cilindert tenni, de szerintem a kislány is nagyon cuki lett. Hát sajnálom, hogy a mozgószem az nem feketébb, mert így élőben nem annyira, de a videón elég kis szürkének látszik, de azért szerintem így is cuki. Úgyhogy ő lenne a mi kis hóember lánykánk, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hát ennyi lett volna ez a kis videó, remélem, hogy tetszettek nektek a hóemberek, hogyha így volt, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra, illetve ha véleményetek van, azt írjátok le kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép napotok! Sziasztok!